Szép jó hajnalt mindenkinek! Torin vagyok. Ez pedig a Dreamforge első részének folytatása. Lássuk, mit találunk odafent. Igazából sok minden nincs. Úgy fest. Na így most már azért kezd valami kialakulni. Ó, ott egy elme. Hát ez nem sok. Mondjuk ott van egy ajtó. Gondolom azt a Duncsi után lehet majd megállapítani, hogy átjutunk-e. Na lássuk. Ha nem annyira sikeres, parancsoljuk, hogy ébredjen föl. Működik! Jánusz, mi más lehetnél? Beszélj arról, hogy mi ez itt. Romok, aréna, stb. Harc, stb. Ó, van rajta egy sityak, valóban. Oké, nem sokra tud menni. Hát ezzel nem jutottam előrébb. Mit tudsz a szigetről? Oké. Megpróbálunk kijutni. Semmi. Mi a kísérlet? Séper Jánusz. Ó! Átformálta magát egy elmévé. Jó, hát a másik elme az elveszett. No. Beszélj róla. Ó, miért érzem úgy, hogy most a másik elmével beszélek? Mit tud Jánuszról? Oké. Úgy látom, a két elme az igencsak problémásan próbál megosztozni a testen. Meg kéne nyugodnia. Legyünk jó fejek, Jánusz vagy.
Ó, ki tudja nyitni nekünk az ajtót, helyes. Leesett róla a sityök? Nem. Viszont kaptunk egy kanisztert. Miféle kaniszter? Healingcraft. Az nyilván jöhet. Az nagyon is jöhet. Közvetlenül egy képzettségpont. Az nagyon-nagyon jöhet. Tudunk vele dumcsizni? Nem, úgy látom. Hát tudnánk, de... De úgy látom, ugyanazt kezdenénk csak újra. Na, hogy állunk XP-be? Nem túl jól. De azért szereztünk egy értékes skillpontot. Azért megérte dumcsizni és lenyugtatni Jánuszt. Visszament ide? Ki tudja, hol koricál. Kis bétánk. Ez jó kérdés, hogy hova. Menjünk a keresztutakra. Mondjuk. Ki tudja, itt mit találunk. Aklák. Szürke aknák. Szürke aknákat tudunk hatástalanítani. És abból van rengeteg, úgyhogy azt nem kell cifrázni. Már mondjuk talán nem egyesével kéne elszórni. De azért van bőven. Elég ahhoz, hogy egy-egy ilyen veszteséggel azért ne zavartassam magam. Ha kapunk valami hasznosat belőle. Az a baj, hogy azt hiszem nem mindet sikerült kiszedni. Mindegy, ha nem túl sok van még ebből, akkor azért ez belefért. Néhány ilyen aknát kiszedtünk. Már úgy látom, összesen ennyit kaptam, hogy egy kulcs, egy ilyen zárnyitó bityök. További aknák. Mondjuk ilyen kis aknákat akárki is lehetne szedni, ugye egyszerűen. Egyet, kettőt. Elhagyott templom. Mit akarunk csinálni azzal az elhagyott templommal? Akarunk egyáltalán valamit? A hullát azért kiposztjuk. Az mindenképpen jöhet. Jelenlőre még nem volt kifosztva, ha jól látom. Kérdés, hogy akarjuk-e kifosztani? Persze a válasz, a nyilván. Csodálatos cuccot el lehetne lopni. Annyira nem tűnnek veszélyesnek, de azért... Ne vacakoljunk, teljes tűzerő. Remek. Hát mondjuk ez így meglepően kellemes.
Hogy ennyi ellenállás az össz akadály. Jó, hát volt még némi kihívás, de azért nem mondanám erősnek. Ha mindig megkapjuk a kezdeményezés jogát. Akkor azért ebben nem fogunk beleküzdeni. Plusz 5 melee damage. Hát nekem nem kell. De nyilván hasznos annak, akinek kell. Én csak elloptam. Mert el lehetett. No. Lássuk, mit találunk még. Itt a mi kis kereszt utcánkba. Némi romok. Valaki lakik itt. Nagy csomó soláj. Beszéljünk a solályokkal. Oké, van egy vezető, kivel lehet dumcsizni beljebb. Dumcsizzunk vele. Bár van egy sanda gyanúm, hogy itt egy kiírtás lesz, nem pedig dumcsizás. Üres láda. Random loot. Random kaniszter. Airshock. Ez jó kérdés, hogy kellene. Sebző és stunnoló cucc. Alapvetően az jöhet. Az olyan, mint a DS, csak erősebb. Viszont kéne hozzá 3-as Battle Magic. Hát, majd valamikor meg lesz. Jó. Remek, értékes loot. És nem zavartatja magát, hogy kilopok mindent. Ő is ellensége Trajkovnak. Miért nem ölt meg még? Oké. Bárki más ellenálló. Oké, Jim Ford, stb. Nem akar tanítani. Jó, hát ez nem sok minden. Azért segíts, mert egyébként csompi vagy. Na, valamit adott azért. Hát ez... ez majdnem semmi. Gratulálok. Ennél többet vártam volna. A kaniszteretek volt a legértékesebb eddig. Meg persze a
szénnél lopott egyéb cuccaitok. Nos, se baj. Adtál cuccot, áldoztál érdekünkbe. Elfogadunk. És azt mondod, hogy segíteni akarsz Trajkov ellenében, úgyhogy egyelőre elhisszük. Ilyen csinos. Zöld aknák. Majdnem mind sikerült. Még jobban örültem volna, hogy itt az oldalsó csomagot is kiszedjük. De mindegy, hát na. Szerintem teszek egy... egyet még azért, hogy azokat is kiüssük, meg itt ezt a maradékot. Mintha itt lennének hasznos lootok, amennyire látom. Mondjuk legalább a ládához hozzáférek. Szó-szó. No, hát ha más nem, akkor legalább a bejáratot kitakarítottuk. Főbejárat, az is valami. Még mindig vannak, de helyek, amiket így nem hagytunk, nem csináltunk meg. Úgyhogy egyelőre menjünk oda. De azért lassan már körbejártunk mindenfelé. Egy kaládvirs. Erős mágia. Meg erős szörnyek. Legyünk őszinték. Még annyira nem erősek, mint elsőre tűnt. Jó, ja, Kantra felé vezető út, hát az nem segít. Mindegy, itt egy csapatot likvidáltunk. Némi kaja. Jól látom, már is van egy kaniszter. Meg egy csomó hulla. De jöttek, hideg. Választhattak, hogy a szörnyek megeszik kint, vagy megfagynak. Inkább megfagytak. Mondjuk én kipróbáltam volna a szörnyeket, ha végképp nincs más opcióm, de hát, na. Gyógyítás. Most már nem kell. Azt mondja, hogy teljesen föl van töltve a penge. 33-tól 150-ig, pedig majdnem nullás a minden vonatkozó képességünk. Egy harcos kezébe az nagyon brutális lehet. Oké, hát ez nem volt túl nagy kihívás. Maradjunk annyiban. És ott milyen? Valami van, de...
De nem is látom, hogy milyen ellenfél lenne az. Oké. Akadnak itt bőven. Már nagy része körbe járható, úgy látom. Az ügynek. És a magányos ellenfeleket simán ütjük, úgyhogy... Úgy látom, ez azért nem annyira ijesztő, mint elsőre tűnt. Nem? Nem? Nem nyitható. Hát... Akkor majd később. Ha most kezd gond lenni, akkor jó néhány vils, meg jó, még több ilyen klóbag. Úgy látom, azok a klóbagokat nem vettek észre. Ami igencsak jó hír, ha igaz. Ezt kihagytam volna. Hát ez van, minden nem lehet meg. Na gyertek szépen vissza. Kapsz egy gyógyítást. Azaz átok meg megvárjuk, amíg lejár. Vagytok páran. De lassan azért csak elfogynak. Vagy nem. Kérdés, hogy ezek végtelen mennyiségben vannak. Nem lennék meglepődve. Nem nagyon fogynak. Mint valami végtelen spirál lenne, amiből jönnek a lények. Úgy érzem, itt ez a helyzet. Úgy bizony. Ott egy idéző. Vagy több is. Ha jól... támadunk, akkor mindenki benne van. De nagy része elfogyott. Nem mind, de nagy része. Mennyivel jobb lett volna, hogyha nem jöttök ti már. No, egy eszencia és egy tömeggyógyítás. Jó. Egyet lépj előre. Nem is tökéletes, de azért hármat le lehet fújni. Ami olyan fél siker.
Fene vigyen el. Kapsz egy gyógyítást. És kapsz egy jó kis fújást. Ohoj, de fincsi volt. Az a baj, hogy kezd tényleg brutálisan sok lenni. Mondjuk, ha ezt a csapatot itt Dézzel kiütjük. Akkor azért egyszerűsödik a helyzet. És akkor még egy teremtő leszedve. Jó. Viszont annyira kényelmesen jónak tűnik. Hogy nem szabad elpazarolni. És kis szerencsével azt meg megöli. Nyilván jön a következő horda. De talán... Talán valamit majd tudunk tenni. Nem csak egy csapat ellen. Ha más nem letelik egy-két kör, és végre jöhetnek majd a aktív támadóink. Próbálunk úgy mozogni, hogyha a gyorsítás az bejönne. Akkor az azért működjön. Na, szóval jól látom, kb. Mindenkit elér. Jó, ha más nem, akkor kiszedtük a egyik újabb teremtőt. Az azért segít. Mindenki kap egy ívet. Te hogy állsz? Mennyire vagy szerencsés? Elvileg mindenki ebbe is benne van. Nem volt. Mindegy. Azért a két bogyót leszedtük, és maradnak a teremtők, az idézők. Ez az utolsó, ez elég erős. De hát egyedül maradt. Vagy úgy mondjam. Bármilyen erős már nem izgat. Főleg, hogy most meghal elvileg. No. Egyelőre megtisztítottuk akkor a terepet. Jipi! Ugye ez nekem nem jó. Oké, valamit kaptunk. Kaptunk egy kulcsot egy magányos
fura kulcsot. Na mindegy. Felteszem, az kell majd. Ide. Ennek csak az a baja, hogy akkor nem próbálhatjuk azt XP-t kinyitni majd. Mert van kulcsunk hozzá. Úgyhogy sajátos módon néha jobb, ha nincs meg a kulcs hozzá. Jó, azért nyilván benézünk oda. Nyugati. Munkahelyek, munkaállomások, majd megnézzük. Nem most. Mert most ezt a jégbarlangot akarom egy kicsit kitakarítani. Jobban. Az utolsó szörnyikéktől, meg mi egyébtől. Meg jó lennének, ha működnének ezek az ajtók. Ott éjszakon is ugye volt egy. Ami nem működött. És nagyon nem lepődnék meg, ha ez sem működne. Ahogy nem is működik. Furcsa kőkörök. De az nem segít nekem. Na majd meglátjuk, hogy a maradékban lévő esetleges cuccok azok segítenek. Előrébb visze. Na legalább most már átjárható. Lehet, hogy már az előbb is az volt. Csak nem figyeltem. No, hát azért még van egy-két szörnyike. Nem sok. Hát XP az alig. Az biza alig. No, még ott egy vils. Még ott egy vils. Miért érzem úgy, hogy a munkahelyekre be kéne majd menni ahhoz, hogy itt ajtót nyissunk meg mi egyéb. Gondolom ott majd lesz egy elme vagy ilyesmi. Azt várnám. Majd kiderül. No. Akkor... Visszamegyünk egy városba pihenni. Nézzük, hogy még kaszk biztonságos. Még az. Zavaró, de az. Elmegyünk Julához. Illetve, nem is Julához, hanem a Ürgéhez. Elvileg ugye föltöltöttük neki a pengét. Akkor odaadjuk hát, ha ad XP-t. Vagy valami egyéb hasznos jutalmat. Hadd örüljön. Ha más nincs. Jaja. Na, legalább 140 XP-t kaptam. Az majdnem elég a szintlépésre.
Na jó. Fél siker. 140 XP-t örömmel veszem. Többi az olyan... Jaj, de jó. No, se baj. Meglátjuk, mire megyünk. Legközelebb. Alapvetően elég jók vagyunk, elég jól állunk. Na, még bőven irány, ahova lehet sompolyogni. Menjünk Pentilbe. És innen folytatjuk legközelebb, mára ennyi.